Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hűséges hozzád, megbízhatsz benne, ezt megnézzük ennél a kivetésnél. Mielőtt rátérnék a kártyákra és a gyertya mágia jelentésére, megemlíteném azt, hogy mindig így hónap végén megjelenik a hírlapom, ez a hírlap ingyenes, megrendelhető e-mailen keresztül. Minden hírlapban van egy téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden hírlapban van egy kedvezmény fele áron, egy jóslás asztrológiával együtt. Ha érdekel, akkor megrendelheted e-mailen keresztül. Ez a szerelmi jóslás gyertya mágiával működik, és mivel itt szerelemről van szó, kiválasztottam a piros színű gyertyát, hiszen ez jelenti a szerelmi témákat. A videó végén átküldöm az energiát, holott ez már most is érezhető. Itt bal oldalon van a lelki társad, vagy utal a férfiakra. Szemben ezzel itt jobb oldalon a hölgyek kártyái vannak. Először is megnézzük azt, hogy mi a helyzet nála. Itt ez a madár azt jelenti, hogy ő most olyan szolíd, visszahúzódó, kicsit zárkózott. Itt ez a könyv szintén az ő zárkózottságára utal. De ez nem sokáig lesz így, hiszen itt alatta megjelennek az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják ezt a zárkózottságot, és ezt a tartást, hogy ő most olyan szerény visszahúzódó, és mi áll a középpontban? Ez a szerelem. Sőt, itt látható a nyilvánosság, az lehet, hogy ez kiderül, az is lehet, hogy találkoztok a nyilvánosságon, vagy lesz egy meghívás, vagy találkoztok véletlenül. Itt a nap jelenti a vonzalmat kettőtök között, a nap megvilágít valamit, ezt a szerelmi témát, és azt is jelenti a kártya, hogy ő nyitottan beszél érzelmekről. A gyűrű jelenti a kapcsolatot kettőtök között, néha azt is, hogy valami vagy valaki majd visszatér hozzád. Ez a kép a kapcsolatot, hogy milyen lépéseket fog tenni, kimutatja az érzelmeit, hiszen itt a kelyhekről van szó, tehát érzelmekről, olyan kis lépésekkel közeledik hozzád, de mégis meg lesz így a kapcsolat. Ami a te kártyáidat illeti, ha te egy hölgy vagy, itt ez a madár jelenti a bölcsességedet. Tanácsot adsz másoknak, mások odafigyelnek rád, értékelnek téged a bölcsességed miatt, mert okos nő vagy, okos döntéseket hozol. Sőt, itt te állsz a középpontban, és te irányítod majd a helyzetet. Itt megjelenik a szerencse, sőt a virágcsokor is, ami szintén szerencsét hoz. Amit ez a virágcsokor még jelent, a te szépséged, nőiességed, vagy te megszépítesz valamit a környezetedben, de lehet egy meghívás, vagy egy ajándék is az ő részéről. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, és légy magabiztos, azon kívül használd, légy diplomatikus. Ezzel a kulcssal le tudsz zárni valamit, például a félelmeket, vagy bizonyos kapcsolatokat, vagy a múltat.
és ezzel a kulccsal ki tudsz nyitni egy kaput, ezek a lehetőségek, élj ezzel a lehetőséggel, hiszen szerencsét hoz, és itt a hajó jelenti a reményt hozza, a hajó jelenthet egy belső utat, egy lelki kapcsolatot is kettőtök között, vagy utazásokat, külföldi kapcsolatokat. A hold a szimbolizálja a reményeket, a vágyakat, az elképzeléseket, az álmokat. Nálad is megvan ez az álom, és itt a remény, a szerencse, sőt a kulcs is, hogy ez megvalósul. De a hold jelentheti azt is, hogy ő álmodik, vagy álmodozik rólad. A hold jelenthet anyai témákat is. És most átküldöm a gyertya mágiának az energiáját, ami kihat a szerelemre, hiszen ez a piros színű gyertya szimbolizálja a szerelmet, de a szeretetet is. Helyezd magad kényelembe, csukd be a szemed, képzeld el, mit hogyan szeretnél elérni, és itt most erről a témáról van szó, a szerelemről. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.